Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának változásait követve elsőként saját ügyrendjét módosította a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. Majd többségi szavazással támogatta egy a városnévhasználattal kapcsolatos döntés visszavonását. Ezt követően a közbiztonság helyzetéről, a közterület felügyelet elmúlt évi tevékenységéről, valamint a város bűnmegelőzési cselekvési programjáról szóló beszámolók kerültek a testület elé. Mindhárom előterjesztésre igent mondtak a bizottság tagjai. A költségvetést érintő döntések meghozatalánál viszont már nem volt ilyen összhang. Az önkormányzati rendelet módosítását, illetve az ehhez kapcsolódó határozatokat a jelenlévő tagok kevesebb, mint fele támogatta. A testület véleményezte több önkormányzati tulajdonú cég üzleti tervét. Jóváhagyta a Szavária Szimfonikus Zenekar 2019-2020-as évadra vonatkozó műsortervét, valamint a Szavária Karnevál idei programjait. A bizottság értékelte a Berzsenyi Dániel könyvtár 2018. évi munkáját, és elfogadta idei munkatervét. A testület egyetértett azzal, hogy a szombathelyi sportolók három sportágban részt vegyenek az 53. nemzetközi diákjátékokon, amelyet júliusban az oroszországi Ufában rendeznek.